azt, hogy az Underground rovatban feltétlenül érdemes lenne veletek egy beszélgetést rögzítenünk, hiszen már nagyon régóta dolgoztok együtt, és nagyon eredményes a munkátok, hogyha lehet így fogalmazni. Mióta dolgoztok együtt, mint Faktorlabor, illetve mióta foglalkoztok hip-hop zenével? Fú, Faktorlabor. Hát ez körülbelül egy 2000 elejére tehető vissza, akkor próbáltunk meg, hogy csinálunk egy valamit, sok zene volt, de azt is soha nem mondom, hogy mi hip-hopot csinálunk, ez csak egy zenélgetés. Úgy indult ez a dolog, hogy összeismerkedtünk az Ádámmal, én akkor még más körökben mozogtam, nagyon jó barátok lettünk, és hát egy kicsit úgy beleolvattam én is ebbe a dologba. Aztán ott voltunk nála, zenélgettünk, ez az, amaz próbálgattuk, és fejlődtünk annyira, hogy lehet ebből valamit csinálni. Mi az eredménye a közös munkának 2000 eleje óta? Kézzel fogható eredményekre gondolok. Megjelent egy Faktorlabor lemez. Mi a címe, hány track, hogyan lehet ezt elérni? Faktorlabor a címe, 33 dal van rajta. Elérni. Egy-két boltban meg lehet vásárolni. Neten fogalmam sincs, biztos, hogy le lehet tölteni. Lehet egy bankos repmutel lemez. Meg hát mindenféle készültek otthon. Nagyon-nagyon sok anyag van egyszerűen. Tényleg Origi, Fanka is dolgoztam együtt. Szóval így fejlődik, gondolom, az egész. Kikkel szoktatok együtt dolgozni, akik esetleg nálatok vendég szerepelnek a lemezen, vagy akiknél ti szerepeltek? Hát elsősorban az egész időurai, illetve, mint ahogy említett az Ádám is, Origi, Interfunkék. Az Erzsébet Squadot is kiemelném, ők barátaink, fiatal srácok, nagyon tehetségesek, és barátilag is együtt vagyunk. Egyszerűen közeli barátok szerepelnek a lemezen, csak olyan emberek, akik egyszerűen barátok. Nem az a lényeg, hogy most kémia leppel, ki hogy leppel, hanem aztán barát, ha szerepeljen, tök mindegy, most ki leppel rajta szerintem. Jó érzés az egész, ennyi, családi kör. Interfunkékkal készítettetek egy klippet. Az hogyan jött ez az ötlet, vagy mi erről a véleményetek egy ilyen kiforgatásról? Vagy hogyan íz lett ez a fajta élet? Hát úgy jött az egész, hogy Interfunk akar csinálni egy dalt, ami a lakótelepről szól, ez lett az LTP, és mivel hogy én is gyermekkorom óta a lakótelepen lakok, így megkért, hogy közreműködjek a dalban. És aztán dolgok mentek az maga útján, és kiderült, hogy lesz ebből egy klip is, és ezt is barátainkkal csináltuk. És nagyon jó volt. Ott nálunk Csepelen egy-két helyen elég extra volt a klipforgatás. Nem érzitek valahol úgy? Tehát én most azon gondolkozom, hogyha én csinálnék, tehát zenélgetnék, ahogy ti fogalmaztok, tehát tényleg így saját szórakoztatásomra, akkor valahol bennem lenne az, hogy minél többen lássák, hallják, mondjanak róla véleményt, és minél több embernek megpróbálják ezzel örömet okozni azzal, amit én teljes szívemből, lelkemből csinálok. De ez a szülyeség, azt mondanám, hogy nem szeretném, hogy mindenkinek tetszem, hogy de először is nem fogok olyat csinálni, hogy ami másnak tetszik, először fogok csinálni, ami nekem tetszik.